Újra gyereknapozhattak, tanévzáró a Györfiben, a SIM óvoda is díjat kapott. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 1-én 18 óra 5 perckor. Újra gyermeknapozhattak a legkisebbek a Zöldfa úti óvodában. Helyszíni riportunk következik. Köszöntöm nézőnket a Zöldfa úti óvodában. Halsányné Szabó Ilona tanárnővel beszélgettünk a gyereknapról, hiszen azt gondolom, hogy nagyon várták, hogy megtarthassák rendes körülmények között. Igen, nagyon örülünk neki, hogy most már minden rendezvényt meg tudunk tartani. Igaz, ez a rendezvény most egy kicsit más, mint az a megszokott, hiszen évek óta, évtizedek óta a nyárnyitogató rendezvényünket családi gyermeknapnak szoktuk megrendezni, de most úgy gondoltuk, hogy az elmúlt időszakban volt a csoportok számára a tanévzáró ünnepségünk is, amelyre a szülőket már beengedtük, hogy most ez a rendezvény szóljon inkább csak a gyerekekről, hiszen még azért a járvány itt van közöttünk, és tehát még be kell tartani azokat a szabályokat, hogy maszkban lehetnek a szülők, és nem lehetne olyan élvezetes, mint egyébként. Így a gyerekekkel közösen egy felejthetetlen délelőttet szerveztünk számukra. Mi minden feladat volt, vagy milyen lehetőségeket kaptak az óvónéniktől? Mindenképpen mozgásos játékokat próbáltunk nekik szervezni, népi gyermekjátékokat, célbadobókat, ugrálókat, kirakókat. Emellett ugyanaz a kézműveskedés is megjelent, pillangókat készíthettek a gyereket, amit utána röpködhettek, valamint egy közös tánccal, egy közös játékkal is vártuk őket, valamint a nap végén pedig az óvónénik egy mesejelenettel kedveskedtek a gyerekeknek. Mi volt ez a mese? A Répa című mesét dramatizáltuk el a gyerekeknek, klasszikusan. Tehát most azért a nyári időszakban inkább a vidámság a főszerep, és ez a mese a vidámságával, egyszerűségével alkalmas volt a délelőtt zárására is. Itt azért beszélgettünk már több alkalommal, hogy ideálisak a körülmények ahhoz, hogy minden csoportot hermetikusan is, akár el tudjanak zárni egymástól, az udvaron is. Igen, a hatalmas udvarunk alkalmassá teszi azt, hogy több felé elvigyük a gyerekeket. Az előkert, a hátsó kert akkora, hogy a gyerekek gondtalanul el tudnak benne szeparálódni, illetve megtaláljuk azokat a mozgásos játékokat, egyéb foglalkozásoknak a szintereit. Itt alkalmas a teraszunk, az udvarunk, nagyon sok fánk van, ami az árnyékolást lehetővé teszi, és megfelelő környezetet tudunk teremteni a gyerekek számára. Itt említette, hogy már több olyan rendezvényünk meg volt, ahol elbúcsúztak a iskolába menő gyerekektől. Hányan mennek iskolába? Jelenleg 12 gyermek megy iskolába, és őket megfelelő körülmények között minden csoport a saját nagycsoportosait tudta elbúcsúztatni a szülők jelenlétében. Megtartotta a Györfi István Katolikus Általános Iskola tanévzáró ünnepségét, ahol miniszteri díjakat is és az iskolai jutalmakat is átadtak. A tanévzáró ünnepség Gulyás Ágnes és Hajnal Zsombor első B osztályosok szavalatával kezdődött, majd Kovács Miklósné igazgatónő mondott ünnepi köszöntőt. Mindjárt arra törekedtünk, hogy a nehézségeket elviseljük, leküzdjük és sikeresek legyünk. A legtöbb váratlan, ismeretlen kihívással talán az első és nyolcadik osztályosoknak és osztályfőnökeiknek kellett megküzdeniük. Kedves elsősök! Nagy öröm számunkra, hogy a nehézségek ellenére sikerrel zártátok a tanévet. Azaz második osztályba léphettek. Megtanultatok írni, olvasni, számolni, mint ahogyan ezt Gulyás Ágnestől és Karmazsoktól. Nagyon szép bizonyítványokat vehettek általánosan. Kívánom, hogy ez a lelkesedés és a tudás utáni vágy kísérjen benneteket további iskolás éveitek alatt is. Köszönöm szépen Erika nének, Emese nének, Éva nének és Krisztián bácsinak, hogy támogatta
segítettek titeket. Köszönöm szüleiteknek a támogatást, és hogy partnerként tudtunk együttműködni fejlődéseket érdekében. Kedves 8-osok! Az iskola folyosóján lévő tablótokról már emlékként mosolyogtok ránk. A nevetekkel ellátott emlékszalagok a templomban, a kopjafán, a miskakancson őrzi emlékeket. Idézzük fel a ballagást néhány boldog pillanatát. A ballagási ünnepségen több ballagó tanuló részesült elismerésben. Kiemelkedő tanulmányi, közösségi és sportmunkáért. Iskoláért emlékeket vehetett át a 8. áosztályból Madar Szilvia Nóra, Esztmag János Gábor, Szabó Krisztina Éva, Tóth Vilmos, Törzsök Hanna, Újvárosi Dorina. A 8. B-osztályból Pap Gábor és Györgyi Eli. Kiemelkedő munkájáért jutalomkönyvvel ismertük el 3. 8. áosztályos tanuló munkáját, Kálmánnak Csenge, Kovács Luca és Örvös Anita Beáta. Vámorkopa díjat kapott kiemelkedő sporttevékenységéért Pap Gábor, 8. B-osztályos tanuló. Iskoláért Vándorkupa díjat kapott Szabó Krisztina, 8. áosztályos tanuló. Mint elhangzott, szeptembertől 11-en gimnáziumban, 23-an technikumban, 10 szakképző iskolában tanulnak tovább a végzősök, akiktől azt kérte, emlékezzenek mindig szeretettel egymásra, tanáraikra, a Gyürfi István Katolikus Általános Iskolára. Megköszönte az osztályfőnökök és a szülők 8 éven át tartó lelkiismeretes támogatását, majd értékelte az idei tanévet. Szeptembertől ti 44-en már máshol folytatjátok tanulmányaitokat. 11-en a gimnáziumban, 23-an technikumban, 10-en szakképzőiskolában. Kívánjuk, hogy az iskolában megszerzett ismereteiteket a későbbi tanulmányaitok során tovább gazdagítsátok. Legyetek sikeres, boldog emberek, bármerre is vezet majd utatok. Az itt szerzett tudás és keresztény értékek legyenek segítségetekre további boldogulásotokban. Emlékezzetek mindig szeretettel egymásra, társaitokra, tanáraitokra és a Győr István Katolikus Általános Iskolára. Köszönöm osztályfőnökeiteknek munkáját, akik jóban, rosszban sorsközösséget vállaltak veletek, Bibizló Csaba tanárúrnak és Kovácsné Kuneszter tanárnőnek. Köszönöm szüleiteknek 8 éven át tartó, kitartó, lelkiismeretes támogatását. Kedves győrfis gyerekek! Természetesen a köztes évfolyamokon is szorgalmasan, kitartóan és eredményesen dolgoztatok a tanévfolyamán. Következő rövid számvetés a Győrfi István Katolikus Általános Iskola 2020-2021. Tanévének eredményeiből. Sajnos az éles munkatervünk gazdag programkínálatát mindig az adott járványügyi helyzethez kellett igazítanunk. Legtöbbször felköltözve az internetre, de az adott helyzetből a lehető legtöbbet kihozva sikerült megvalósítanunk azokat. Bár a tanév bővelkedett váratlan élethelyzetekben, a legfontosabb célkitűzésünket, a tanév tanulmányi követelményeinek sikeres elsajátítását minden tanulón teljesítette. Hamarosan a tanévben elért eredményeitekről kaptok értesítést 369-szer, 175 alsós tanuló és 194 felsős. Örömmel jelenthetem, hogy mindenki felső osztályba léphet, évfolyam ismétlő nem lesz. A 47 első osztályos tanulók közül 22-en, majdnem a felük 47%-uk kiválóan teljesítették az első évfolyam követelményeit. A tanévzáró ünnepség elismerések, díjak, kitüntetések átadásával folytatódott. Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete a tanulmányi munkában és a sportban mutatott szorgalmáért, kitartásáért, küzdeni tudásáért, eredményeiért a Karcagváros jó tanulója, jó sportolója díjat Pap Gábor 8. B-osztályos tanulónak adományozta. A díjat Sári Kovács Szilvia alpolgármester adta át az intézmény tanulói, nevelői és dolgozói nevében Kovács Miklósné gratulált Pap Gábornak és családjának. Ezt követően a kitűnő bizonyítványt elért tanulóknak adott át könyveket az igazgatónő.
A tanévzáró ünnepségen a 4. B egy csoportja dél-alföldi oláos táncot mutatott be. Felkészítőjük oroszné Milinko Ferrita táncpedagógus volt. Az ünnepség Gulyás Zsolt atya az iskola lelki vezetőinek áldásával ért véget. Átadták a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei 2020-as verseny karcagi díjait. A SIM óvoda országos díjat is kapott. A részletekről Szabóni Szentesi Mária tagóvoda vezetővel beszélgettünk. Mint megtudtuk, kicsit reménykedtek abban, hogy a SIM óvoda második alkalommal is megkapja az országos díjat, hiszen mindenki azon fáradozott, hogy szép legyen a kert. Kicsit reménykedtünk benne, hogy ezt még egyszer megnyerjük ezt a díjat, hiszen mindannyian az óvoda valamennyi apraja, nagyja, minden dolgozója azon fáradozik, hogy szép legyen a kertünk. Az óvónők a gyerekeket minden munkafázisba bevonják, a magvetéstől kezdve. A magvetéstől a palánta nevelésen át, a növénygondozásig mindenre megpróbáljuk megtanítani a gyerekeinket több-kevesebb sikerrel, hiszen volt olyan, aki már otthon is műveli a kertjét és országos díjazásban is részesült. A kicsik körében legkedveltebb a szamóca, a paradicsom és a sárgarépa, amit 10 óraihoz fogyasztanak el. Igazán kedvelt ilyenkor tavasztájékán a szamóca, hiszen nagyon szép szamócásunk is van, figyelik, hogy mikor pirosodik, és az ebédet kiegészítve, vagy a 10 órait kiegészítve szívesen fogyasztják, de nagyon kedvelt a paradicsom a gyerekek körében. Na és hát a sárgarépa. A borsó, a retek most kevésbé volt sikeres, de kaptak paradicsom, paprika, karalábé és karfiol palántát, amit gondosan ápolnak, hogy hozza az eredményt. Az idén a kicsit az időjárás mostoha, tehát a borson kezd most tönőni, a retekből nem sok minden volt, de a szamócásunk az nagyon szépen nő, terem, és ezt most is fogyasztjuk a napokban, és igyekszünk. Paradicsompalántát is kaptunk, paprikapalántot, karalábét, karfiolt. Reméljük, hogy azért a sok-sok munka, az öntözés, a gondos növényápolás majd meghozza az eredményt. Szabóné Szentesi Mária bízik abban, hogy 2021-ben is immár harmadik alkalommal is megkaphatják az országos első díjat. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!